Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Április 21-e van Konrád névnapja. 95 éve született meg Elizabeth Alexandra Mary Windsor, aki II. Erzsébet néven Nagy-Britannia uralkodója lett. Ifjabb Veselényi Miklós báró író, az árvízi hajós pedig 171 éve halt meg. Most érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Továbbra is 3000 alatt van az új koronavírus fertőzöttek napi száma Szerbiában. Azok a külföldiek is megkaphatják a védőoltást, akik állandó lakhellyel rendelkeznek Szerbiában. Gyümölcs, zöldség és gombafeldolgozó vállalkozásokat támogat a tartományi mezőgazdasági titkárság. Gyengébb lehet az idei repce és akácméz termés a hosszantartó szárazság és az áprilisi lehűlés miatt. ...2864 fertőzött, 37 halott, ezek a legfrissebb szerbiai koronaszámok. Az elmúlt egy napban 15.047 tesztet végeztek el a szakemberek, ebből lett 2864 pozitív. A halottak száma 6.095-re emelkedett. Kórházban 6.388 beteget kezelnek, közülük 228-an lélegeztetőgépre vannak kapcsolva. Mától előzetes bejelentkezés nélkül lehet felvenni a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni védőoltást több helyen is Szerbiában. A szerb fővárosban emellett a Sputnik oltásához sem szükséges előzetes regisztráció. Belgrádban több mint 500 ezer embert oltottak már be a koronavírus elleni védőoltás egyikével. Ez a szerb főváros felnőtt lakosságának 40%-át jelenti. A második oltást mintegy 400 ezeren vették fel. Hosszú sorokban várakoztak az emberek a belgrádi vásárcsarnok előtt. Az orosz Sputnik vakcina, illetve az amerikai német Pfizer-BioNTech oltóanyaga közül választhattak. Most a szerb állampolgárok és azok a külföldiek kaphatják meg a védőoltást, akik állandó lakhelyen rendelkeznek Szerbiában. Sputnik, the Russian vaccine, and well, basically, so we can help a little bit more to have like a more normal life as soon as possible, so we can start to travel or work normally without this fear that we're gonna get the corona. Sasha Vakulina, ukrán származású, Belgrádban dolgozik. Mint mondta, azért veszi fel a védőoltást, mert szeretne utazni és találkozni a barátaival, családtagjaival. I think we all have had experience with corona in one way or another, and we all have struggled, if not catching it, but then our close ones around us being in that situation. So of course last year was extremely hot. Goran Vesic, Belgrád polgármester helyettese közölte, a következő célkitűzés, hogy elérjék az 50%-os védettséget. Ez mintegy 140 ezer beoltott személyt jelentene. Vesic hozzátette, a legfőbb cél, hogy 750 ezeren felvegyék a koronavírus elleni vakcinát, ugyanis ezzel a számmal valószínűleg visszatérhetnénk a normális kerékvágásba. Belgrádban ma vendéglátóiparosok, a szállodai dolgozók, fodrászatokban és kozmetikai szalonokban dolgozók vehették fel a védőoltást. Ajánlott beoltani a koronavírus elleni vakcinával a várandós és a szoptató anyákat is, nyilatkozta Tanyugnak Mirszát gyermek egészségügyi államtitkár. Ennek kapcsán az illetékes minisztérium csütörtökön értesítést küldt Szerbia összes oltópontjára. Ebben azt kérik az oltópontokon dolgozóktól, hogy ne utasítsák el és küldjék haza a várandós és a szoptató anyákat, hanem oltsák be őket. Már 4700 magyar kanizsa községbeli polgár vette fel a koronavírus elleni oltás első adagját, a második dózist pedig közel 2300-an kapták meg. A mai nap folyamán a Magyar Kanizsai Egészségházban a Pfizer védőoltást kapták meg azok, akik előzetesen bejelentkeztek. Szerdán 272 lakos kapta meg a Pfizer védőoltást Magyar Kanizsán, ebből 90-en vették fel a második dózis oltóanyagot. A magyar kanizsai Fogas József a második adag Pfizer védőoltást vette fel. És azért veszem fel, mert Pécsen él a lányunk, és szeretnénk az unokákkal eljutni. És ez meg látom a tévében mindenfelé a sok beteget meg. Csak ennyi.
ezt az oltóanyagot választotta, vagy mindegy volt, hogy melyiket veszi fel? Ezt az oltóanyagot választottam még januárban, január elején. Az oromhegyesi Cérna András a Pfizer oltóanyag első dózisát kapta meg. Elmondta, hogy mindössze egy átlagos tűszúrásnyi fájdalmat érzett a vakcina beadásakor. Akik ebben foglalkoznak, azt mondják, hogy biztonságosabb így a, hogy mondjam, hogy túlélik, több a túlélési esélyünk ez véget. Már nem ez véget, hanem ebben együtt. És az elsőt vettem fő. Még eddig véradó vagyok, és még bírok adni vért, szeretnék még tovább adni, hogy másik fele barátom, aki megbetegszik, kell neki legyen. Az oltóponttal párhuzamosan a terepi oltás is folyamatos, tehát akik nem tudnak megjelenni az egészségházban, azokhoz az illetékesek kivonulnak a helyszínre. A napokban a tervek szerint bejelentkezés nélküli oltás is lesz Magyarkanizsa községben. Valószínű, hogy az orosz védőoltást fogjuk kapni szabad védőoltásként. Amint megkapjuk, nyílt napot fogunk tartani a polgárok részére. Elsősorban biztos Magyarkanizsán, mert itt a legnagyobb érdeklődés, de falvakban is szeretnénk az érdeklődés, kimutatott érdeklődés által megnyitni a napokat. Jelenleg közel 100 aktív fertőzött van Magyarkanizsa községben, azonban csökkenő tendenciát mutat az újonnan regisztrált fertőzöttek száma az elmúlt napokban. Szerbiában eddig csak nem 3.120.000 koronavírus elleni védőoltást adtak be, közülük több mint 1.265.000 személy már a második adagot is megkapta. Közölte a legfrissebb adatokat az Egészségügyi Minisztérium. A lakosok továbbra is 4 fajta vakcina közül választhatnak, az amerikai német Pfizer-BioNTech, az orosz Sputnik V, a kínai Sinopharm és a brit-svéd AstraZeneca oltóanyagai állnak rendelkezésre az országban. Több mint 4 millió lakos beoltása jelenteni a normális élethez való visszatérést, nyilatkozta Milan Kosekler a szerbiai RTV műsorában. A virológus szerint eddig azért oltottak be kevesebb fiatalt, mert az elmúlt egy évben sokszor azt hallottuk, hogy rájuk kevésbé veszélyes a fertőzés. Mostanában azonban már a fiatalabbak is sokszor megbetegednek és súlyos klinikai képpel rendelkeznek, hangsúlyozta Sekler. Amikor megközelítjük a 4 milliót a beoltottak számát tekintve, és nem lesz több mint 100 új eset naponta, akkor elegendő lesz egy jól felszerelt COVID-kórház, magyarázta a szakember. Június 15-e és augusztus 15-e között nem kell autópályadíjat fizetniük azoknak a szerb állampolgároknak, akik Észak-Macedónián keresztül utaznak, jelentette be Venko Filip Cseh, észak-macedón egészségügyi miniszter. Ezzel mond köszönetet az észak-macedón kormány Szerbiának a számukra adományozott oltóanyagokért, mondta Filip Cseh. A miniszter erről Belgrádban tájékoztatott, miután Zlatibor Lončar szerb egészségügyi miniszterrel folytatott párbeszédet a koronavírus elleni harcbani közös együttműködésükről. A koronavírust csak a vakcina képes megfékezni. Oltassa be magát, regisztráljon! euprava.gov.es Legyen újra régi az élet! Regisztráljon még ma az EUPRAVÁN! De megteheti a 0800 222 334-es telefonszámon, reggel és este 8 óra között is. Csak a kellő számban beoltott ember képes eltüntetni a vírust. Regisztráljon a maga, a családja, szomszédai, ismerősei érdekében. A költségvetési módosításról vitáztak a szerbiai köztársasági parlamentben. A módosításra a koronavírus járvány okozta gazdasági károk enyhítése miatt van szükség. A kormány egy harmadik pénzügyi mentőcsomaggal készül a munkahelyek megóvása érdekében. Emellett a gazdasági fejlesztésekre, a polgárok életszínvonalának növelésére, illetve nagy beruházásokra is több pénzt fordítanának. 257 milliárd dinár tesz ki a szerb állam által biztosított harmadik gazdasági mentőcsomag, amely a koronavírus járvány negatív hatásait orvosolja, közölte Sinisa Mali. A szerb pénzügyminiszter hozzátette, hogy az előző kettő csomaggal együttvéve immár 8 milliárd eurót fordítottak erre a célra az elmúlt egy év során. Ezáltal pedig a polgárokat és a gazdaságot is egyaránt segítették.
Jelentős összeget fordítanak az egészségügyi beruházásokra is, egyebek mellett az újvidéki COVID-kórház kiépítésére, a szükséges eszközök beszerzésére és a vakcinagyártásra is. A nagy beruházásokra pedig minden eddiginél több pénz jut, mondta Sinisa Máli. 430 milliárd dinára samo za ulaganja u infrastrukturu. Zašto? Pa zato što je apsolutno to najveći pokretač rasta jedne ekonomije. Mi ne možemo mnogo da utičemo na to šta se dešava u globalnoj ekonomiji, kada će u nekom trenutku da se završi masovna vakcinacija u nekim drugim zemljama, kada će oni da pokrenu svoju privredu. Ali ono na šta možemo mi da utičemo, to je naš budžet i novac koji dajemo iz budžeta za javne radove, za izgradnju putne, železničke infrastrukture, zdravstvene infrastrukture i svega ostalog što podiže kvalitet života građana Srbije i što naravno gura naš BDP napred. A költségvetési módosítást a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői támogatják, mondta a témával kapcsolatos felszólalásában Pék Zoltán. Ovde možemo da kažemo da i naša država ne samo privredi, nego i građanima daje puno pomoć. Isto ako gledamo i okruženje i Evropu, nijedna zemlja toliko pomoći nije dala svojim državljanima. Bilo gde žive u našoj zemlji, da li žive na severu ili na jugu zemlje, ako gledamo privredu, da li su to mikro, mali, srednji preduzetnici ili velika preduzeća. Znači, cela privreda dobija pomoć i celo stanovništvo naše zemlje. Az ülésen a Szerbia 2025 elnevezésű projektről is szó esett, amelytől az ország jelentős gazdasági fellendülését várják a szakemberek. Az infrastruktúrális és gazdasági befektetéseket tartalmazó tervek megvalósítása összesen 14 milliárd euróba kerülhet. Gazdasági témákról egyeztetett Alekszandr Vučić a Nemzetközi Valuta Alap küldöttségével online formában. A delegáció vezetője Jánkis Martin szerint Szerbia tavaly jó eredményt ért el a világjárvány kihívásai ellenére is, és felelős gazdaságpolitikát folytatott. Továbbá sikeres volt a válságkezelésben is. A beszélgetésen elhangzott az ország fő célja az, hogy az államadóság ne haladja meg a GDP 60%-át. A szerb államfő kiemelte, hogy Szerbia az idei év első negyede után már jó úton halad a tervezett 6%-os gazdasági növekedés felé. Az ország nagy hangsúlyt fektet a közműfejlesztésre, tette hozzá Vučić. A Szerbiáról szóló uniós éves jelentés azért problematikus, mert nem igazolja vissza és elhallgatja azt az erőfeszítést, amit Belgrád megtett annak érdekében, hogy a vállalását teljesítse, mondta Pásztor István. A tartományi képviselőház és a VMS elnöke az Újvidéki Rádiónak adott interjújában elmondta, a jelentés nem tud kilépni azokból a klisékből, amelyek politikailag kerültek a meghatározásra. A járványhelyzettel kapcsolatban például Szerbia jobban teljesített számos területen, mint az uniós átlag, tette hozzá Pásztor. Az uniós jelentést a VMS indítványozására a Fidesz európai parlamenti képviselői nem támogatták. Problémás továbbá, hogy a nyugat-balkáni térségben az uniós csatlakozás 20 éve nem halad előre, tette hozzá Pásztor. Gyümölcs, zöldség és gombafeldolgozó vállalkozásokat támogat a tartományi mezőgazdasági titkárság. Erről szóló szerződéseket írtak alá Újvidéken. Erre a pályázati kiírásra egyébként február 1-e és március 1-e között lehetett jelentkezni, nyilatkozta a Pannon RTV-nek Ótott Róbert, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes. És összesen ennek a 8 vállalkozásnak több mint 14 millió dinárt tudunk kiosztani olyan jellegű gépsorokra, fejlesztésekre, mint például hűtők, magozógépek, csomagológépek, szárítógépek, ilyen jellegű gépsorokat, fejlesztéseket tudtak ők megvalósítani, és tudni kell azt, hogy a mai naptól számítva 60 napuk lesz ezeknek a vállalkozásoknak megvalósítani ezt a fejlesztést, mivel el kell azt mondani, hogy ezeknél a pályázati kiírásoknál ezek a jogi személyek, ezek a vállalkozások előszámlával tudtak pályázni.
Gyengébb lehet az idei repce és akácméz termés, a hosszantartó szárazság és az áprilisi lehűlés miatt. A méhészek szerint a hideg nem tett jót a méheknek sem. A fejlődésük egy hónappal visszamaradt. Az elmúlt időszakban érkezett hidegbetörés miatt Vajdaság számos pontján keletkezett kár a növényekben. A gyümölcsfákhoz hasonlóan akkor a tavaszi fagyra érzékeny akác is megsínylette a lehűlést. A repce virágzását pedig az aszály befolyásolta. Ábrahám József, adai méhész, siralmasnak nevezte a mostani helyzetet a méhészetekben. Az egész évünket megpecsételi az időjárás. Ezek a hideg napok, ezek a gyümölcsök ki vannak virágozva, a medgy, a körte, az alma is már kezd virágzani, még nem bírják járni őket, úgyhogy nagyon rossz kezdés ez egy méhésznek. A padéi kerepesi méhészetben sincs ez másként. Idén az évszakhoz képest hűvösebb márciusi és áprilisi időjárás miatt a méhcsaládok fejlődése, az intenzív fiasítás később indult meg. Nekünk kell, hogy biztosítsuk nekik az ételt és az italt. Ilyen cukorszirupos oldatot készítünk nekik, amit berakunk a kaptárba, és ők ezzel így ételhez és italhoz jutnak, amivel tudják gondozni a fiasításokat. A méhészek szerint az elmúlt hetek változékony időjárása miatt a pergetési időszak kitolódhat. Gyenge lehet a méztermés, ami befolyásolhatja a mézárát is. Idén is igényelhetik a szerbiai méhészek a kaptárok utáni támogatást. Bejegyzett gazdaságban lévő kaptárok után és megfelelő állatorvosi ellenőrzést követően nyújthatják be kérelmeiket az igénylők, nyilatkozta Pannon RTV-nek Skutera Éva, a magyar kanizsai falu gazdász. Az érdeklődők bővebb tájékoztatást a lakhelyükhöz legközelebb lévő falu gazdász irodában kaphatnak. 2021-ben is igényelhető ez a támogatás, ami 800 dinárt jelent kaptáranként. A határidő az április 15-től május 31-ig, tehát ebben az időintervallumban lehet elküldeni a kérvényeket. A feltétele a jelentkezésnek, hogy minimum 20 kaptár, illetve maximum 1000 kaptár lehet a gazdaságba bejegyezve. A maga kérvényt csak egy oldalas űrlapból áll, amit el kell postázni a Agrárkifizetési Ügynökség címére. De viszont feltétel, hogy előtte az állatorvosoknál néhány dokumentumot még elintézzen. Három napig útkarbantartási munkálatokat végeznek az autópályán Újvidék irányába, a topolyai lehajtónál és felhajtónál. Emiatt az elkövetkező napokban többször leállíthatják a forgalmat, áll a Szerbia útjai közvállalat értesítésében. Ma megkezdték az előkészületeket a felújításhoz. Holnap 9 és 13 óra között a lehajtót nem lehet majd használni Topolyánál, míg pénteken ugyanebben az időben a felhajtó lesz lezárva. Az illetékesek alternatív útvonalként a Bács-Fekete-hegyi és Újzsedniki csomópontok használatát javasolják. Fokozott közúti ellenőrzés kezdődött a szerbiai utakon. A Speed Marathon elnevezésű akció keretében egy hétig a nap 24 órájában mérik a járművek sebességét a hatóságok. Tomislav Petrovic, a közlekedésbiztonsági ügynökség munkatársa szerint a legtöbbször lakott területen kívül követnek el szabálysértést a járművezetők. Elmondta azt is, a közlekedésbiztonságról szóló törvényt megszegők többsége fiatal. Hozzátette, az év eleje óta 45 gyalogos vesztette életét a forgalomban, köztük 4 gyerek. Az illetékesek a közlekedésben résztvevőket fokozott óvatosságra intik. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó folytatásában. Továbbra is marad a változékony időtérségünkben. Megbukott az Európai Szuperliga. A hírt a projekt egyik megálmodója, Andrea Agnelli erősítette meg. Már minden harmadik ember megkapta az oltást Magyarországon. A mai napig a beoltottak száma 3.363.596, közülük 1.425.124-en már a második oltást is megkapták.
Az oltásra regisztráltak száma a 4,5 milliót is meghaladta. A regisztráltak 50%-a pedig már lassan megkapja az oltást, közölte György István, a magyar miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az országos oltási munkacsoport vezetője. Az elmúlt egy napban egyébként elhunyt 207 többségében idős krónikus beteg, és újabb 2527 esetben mutatták ki a koronavírus fertőzést. Összesen 8097 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 925-en vannak lélegeztetőgépen. Négyféle vakcina érkezett a héten Magyarországra. Ezek a Moderna, a Pfizer, az AstraZeneca és a Sputnik V oltóanyagok. Tegnap megérkezett 248.040 adag Pfizer vakcina, ebből 111.000-et tudunk biztosítani elsőkörös oltásokra, a kórházi oltópontokra, illetve a házi orvosok is fognak belőle kapni a megyei oltási munkacsoportok döntései alapján. A szállítmány másik része itt is az esedékes második körös oltásokhoz szükséges. Szintén a tegnapi napon érkezett 72.000 adag AstraZeneca is, mivel az előző szállítmányokat felhasználtuk az első körös oltásokra, és ezt a következő szállítmányokat a közelgő második körös oltásokhoz szükséges lesz félretenni. Tegnap megérkezett 100.000 második oltáshoz alkalmazható Sputnik vakcina is. Hétvégén várunk 600.000 Sinopharm vakcinát is. Ez a mennyiség nagy előrelépést tesz lehetővé az oltási programban. Példaértékű oltási kampányt folytat Magyarország a WHO európai regionális igazgatója szerint. Hans Kluge elismerően nyilatkozott a magyar intézkedésekről, és üdvözölte a határozott lépéseket és a példaértékű oltási kampányt. Kluge szerdán Budapesten találkozott Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterrel, majd közös sajtótájékoztatójukon kifejtette, hogy Magyarországon az embereket és az üzleti vállalkozásokat is védték az intézkedésekkel. Emlékeztetett, hogy május végére minden regisztrált megkaphatja az oltást Magyarországon, az átoltottság jóval az európai átlag felett alakul. Anyáknapi rajzpályázatot hirdet az Oromi Zengő Tájház Nők és Fiatalok Kézműves Egyesülete Magyar Kanizsa község óvodásai és iskolásai számára. A rajzok beküldési határideje április 30-a. Technikai megkötés nincs. Ezen a téren szabad kezet kapnak a gyerekek. A technika is változó, tehát ebbe se szólunk bele, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy a gyerekek hogy nyúlnak ehhez a témához. Elképzeltük azt is, hogy talán lerajzolják az édesanyjukat, vagy hogy ajándékot adnak, vagy lehet ez egy virággal összekötött valami kompozíció, hát rájuk bízzuk, remélem dolgozik a fantázia. És most az időjárásról. Továbbra is marad a változékony időtérségünkben. A napsütés többfelé gomoly felhők zavarhatják meg. Csütörtökön egy hideg front érkezik záporokkal, élénk széllel. A hétvégén napos felhős időnk lesz. Elvétve fordulhat elő egy-egy zápor, de jelentős csapadék nem várható. A legmagasabb hőmérséklet napközben 15 és 20 fok között alakul. Megbukott az Európai Szuperliga. Ezt a hírt a projekt egyik megálmodója, Andrea Agnelli erősítette meg. Az olasz Juventus labdarúgó csapatának elnöke a Reutersnak úgy nyilatkozott, hogy az angol klubok kiszállása után nem folytatódhat a projekt. Elsőként a Manchester City döntött úgy, hogy visszalép a részvételtől, majd tegnap este az Arsenal, a Liverpool, a Tottenham Hotspur, a Manchester United és a Chelsea is arról számolt be hivatalos oldalán, hogy az eredeti terveivel ellentétben mégsem vesz részt a két nappal ezelőtt megalapított Európai Szuperligában. A legfrissebb hírek pedig arról szólnak, hogy a spanyol Atletico Madrid és az olasz Inter is bejelentette, elhagyja az Európai Szuperliga projektet. 32. alkalommal lett bajnok a Ferencváros labdarúgó csapata, miután az NB1 harmincadik fordulójában 3-0-ra legyőzte ősi riválisát, az Újpestet.
A zöldfehérek sorozatban harmadszor végeztek az élen. Szerhi Reprof csapata ezzel az eredménnyel egy klubrekordot állított be, ugyanis a Fradi 1926, 1927, 1928 után tudott újra egymás után három bajnokságot is megnyerni. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Továbbra is 3000 alatt van az új koronavírus fertőzöttek napi száma Szerbiában. Azok a külföldiek is megkaphatják a védőoltást, akik állandó lakhellyel rendelkeznek Szerbiában. Gyümölcs, zöldség és gombafeldolgozó vállalkozásokat támogat a tartományi mezőgazdasági titkárság. Gyengébb lehet az idei repce és akácméz termés a hosszantartó szárazság és az áprilisi lehűlés miatt. Köszönjük figyelmüket! A panonrtv.com-ra kattintva további híreket és információkat találnak, de riportjainkat, műsorainkat is visszanézhetik. Ha tehetik, maradjanak velünk a továbbiakban is. Szép estét kívánunk, a viszontlátásra!